a Mária ünnepek sorában jelentős helyet foglal el szeptember 12-e Mária napja. Újvidéken azonban az ünnepséget a hagyománynak megfelelően a dátumhoz legközelebb eső vasárnapon tartják. A szertartáson több történelmi egyház képviselői is részt vettek. A padok is megteltek hívekkel, akik együtt ünnepelték templomuk védőszentjét, és részesei lehettek az új kápolna felszentelésének. A magyar és horvát nyelvű szentmisét Monsignor dr. Németh László belgrádi érsek vezette. Szentbeszédében kiemelte, hogy Isten Máriában mutatta meg a legjobban, hogy számít ránk ma is. Isten számít ránk ma is. Hisz ő nem egy kis pitiáner rendőr vagy felügyelő, aki lépten nyomon kéri és nézi azt, hogy mit csinálunk. A mi Istenünk adott nekünk szabad akaratot, azt kell használnunk. A mi Istenünk adott nekünk egy gyönyörű teremtett világon, abban kell megvalósulnia a megváltás tervének. És ebben mindenkinek közülünk megvan a saját szerepe. Ma nem kell ellenséges katonákkal harcolnunk, mint a bécsi vagy zentai csata során. Nekünk azon kell dolgoznunk, hogy Istenben bízva lakítsuk át a mi földünket, hogy itt küzdjünk a megmaradásunkért, méltó körülmények között. A templom búcsú többszörös háladást jelentett a helyi hívek számára. Én különösen, aki ragaszkodok az újvidéki hívek fészkéhez, ahol otthon kell, hogy érezzék magukat. Nagyon örülök annak, hogy ez az álom egyszer most valósággá vált, és remélem, hogy az ünnep elmúltával a kápolna csendjében sok hívő lelki nyugalmat fog találni. Az altemplom a templommal egy időben épült, de nem használták kápolnaként. Tavasszal elkezdték felújítani a kápolnát. Ez azért is fontos, mert vannak időszakok, amikor a város főtere igencsak hangos, és sok esetben zavaró a zaj az imádkozásban, elcsendesedésben. A kápolna védőszentjének Szent Jenő vértanút választották, akinek maradványait a Futaki Jézus Szíve római katolikus templom őrzi, és ahonnan kaptak egy erekét. Azért választottuk Szent Jenőt a kápolna fővédőszentjévé, hogy egy picit propagáljuk az ő vajdasági jelenlétét, hiszen nagy jelentőségű, hogy egy komplett holttestünk van egy vértanúból. Viszont az oltárba hoztunk még két erekjét, Boldog Brenner János és Boldog Mária Petkovic vértanúk erekjéit. Két nemzet vértanú szentjéről van szó, azért választottunk két nemzet vértanúját, hogy a kétnyelvű közösségünket, a mennyi egyesítsék majd, és járjanak közben értünk. A szentmise végén az érsek felszentelte a kápolnát. A szertartás keretében először a papi széket, majd az ambót, továbbá az oltárt és a tabernákulumot, az oltári szentség őrzési helyét áldotta meg. Amint egy 30 férőhelyes, fűthető kápolnában a jövőben szentségimádásokat, rorátemiséket fognak tartani.